Én azt gondolom, hogy Isten, az isteni minőség soha nem öltött fizikális testet, nem ereszkedett le annyira, hogy fizikumba sűrítse saját magát. Persze tudom azt, hogy vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy különböző emberi testekben már megnyilvánult, és ezeket a lényeket meg is nevezték és követték. Szerintem ők képviselők voltak, és lehet, hogy nagyon sok isteni erő, energia nyilvánult meg bennük. Nagyon magas rezgés szintekről érkeztek, de én úgy gondolom, és az a tapasztalatom, hogy napjainkban is vannak ilyenek, csak őket nem kiáltják ki, különböző Tanítóknak például. Vagy ha igen, akkor általában ezek az emberek szerintem saját magukat nevezik meg, és saját magukat istenítik, főleg a bevétel miatt, hogy egyre több profitra tegyenek szert, és hogy egyre több embert tudjanak behálózni. Én azt gondolom, hogy Istennek, az isteni minőségnek nincs fizikális megnyilvánulása, Viszont van egy olyan közeg, egy olyan szféra, amiben ő, vagy ez a rendszer nagyon erősen megnyilvánul, de benne nem létezik anyag. Ha arról beszélünk, hogy mi az isteni minőség, akkor én azt gondolom, hogy ez egy anyagmentes közeg. Abszolút anyagmentes közeg, amiben egy százaléknyi fizikális mi volt sem jelenik meg. Mi testekben élünk, fizikális rendszerekben, itt a Földön. Persze nem gondolom, hogy csak a Földön lehet így megnyilvánulni. Ez most egy állomás, és úgy is vélem, hogy már más bolygókon és dimenziókban is helyet foglaltunk. Nem mindig testekben, vagy ha igen, akkor nem ugyanilyen formában, formátumban. Viszont tudom azt, hogy ennél sokkal magasabb állapotok is léteznek amelyekben az anyag, mint olyan már nem nyilvánul meg ennyire erősen, tehát vannak átmenetek. Itt mindig azt kell megnézni, egyrészt, hogy ki milyen rezgés szinttel született a Földre, hogy honnan származunk, honnan jövünk, hogy a korábbi megnyilvánulásaink milyenek voltak. Szerintem, akik már mesteri szinten tartanak, ők biztos, hogy éltek már ennél magasabb dimenziókban is, csak valamiért most újra alászálltak, egyrészt. Másrészt pedig szerintem arról kell beszélni, hogy ők sokkal könnyebben tudnak úgymond kibelépkedni ebből a fizikális rendszerből, és sokkal Magasabb, úgymond magasabb vagy közelebbi állapotokat is el tudnak érni a szellemi mintában. Tehát mondjuk úgy, hogy szerintem ők sokkal közelebb vannak az isteni mintához, millióhöz, mint azok, akik alacsonyabb szinteken foglalnak helyet. Tehát ezért mondtam azt, hogy nagyon sokféle változat van, nagyon sokféle átmenet. De nem csak azt kell megnézni, hogy a Földön milyen rendszerek működnek, hanem azt is, hogy ezen kívül. Milyen úgymond az univerzum felépítése, és azt is gondolom, hogy ezen a körön még lehet nyitni, tágítani, és azt is meg lehet nézni, hogy mondjuk az univerzumon túl milyen rendszerek működnek, és hogy mondjuk az isteni minőség pontosan hol foglal helyet. Mert én azt gondolom, hogy ez egy sokkal fentibb kategória, egy sokkal tágasabb kategória, tehát nem biztos, hogy csak a nagy egyetemességet foglalja magában. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta rendszer, amiről azt mondjuk, hogy Isten, ez még ennél is úgymond feljebb helyezkedik el, és sokkal több mindent foglal magában. Hát lehet, hogy olyan szegmenseket is, amelyekről mondjuk mi nem is tudunk, vagy amelyekben mi nem nyerhetünk úgymond betekintést. Tehát azt gondolom, hogy nekünk úgymond sokkal tágasabb rendszereket kell vizsgálni, és nem csak a földi létezést kell mindig úgymond latba venni, hanem Hát ennél ugye tágasabb, magasabb dimenziók is léteznek, olyanok is, ahol igazából az anyag, mint olyan, egyáltalán nem jelenik meg, igen. Tehát szerintem azokat a rendszereket kell főként vizsgálni, amelyekben az anyag egyáltalán nem jelenik meg, és akkor mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy ez a, az isteni minőség. Persze nagyon jó kérdés, hogy ez tényleg így van-e, mert az is lehet, hogy ezt csak mi gondoljuk így, a földi emberek emberkék, de... Nem biztos, hogy jól gondoljuk, vagy jól látjuk. Vannak, akik azt mondják, hogy ők a legmagasabb szintekről érkeztek, és hozzák, húzzák le ezeket a tételeket, és hogy ők belelátnak a legmagasabb szintekbe. Szerintem ilyen lélek nincs, mivel szerintem a legmagasabb szinteket mi egyrészt nem is látjuk, másrészt nagyon jó kérdés, hogy mi a legmagasabb szint. Én azt gondolom, hogy ez egy végtelen kategória. Tehát ennél sokkal magasabb, tágasabb minőségek is léteznek, és hogyha vannak olyan rendszerek, amelyekben egyáltalán nem fogalmazódik meg az anyag, hát akkor meg pláne nem gondolom azt, hogy a földi emberek ezekben a rendszerekbe totálisan bele tudnak látni. Sok mindent láthatunk és sok mindent lehívhatunk, de nem gondolom azt, hogy mindent. És hát éppen ezért mondhatjuk azt is, hogy lehet, hogy ezért is izgalmasabb úgymond ez a terület, vagy ez a szegmens, és lehet, hogy ezért van az, hogy nagyon sokan szeretnék az Istent elérni, vagy ezt a fajta minőséget. Persze szerintem az is nagyon jó kérdés, hogy ezt valaha meg tudjuk-e tenni. Szerintem osan nem. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy ki az, aki Tényleg totálisan elérte már az isteni milliót, akkor szerintem azt kell mondani, hogy ilyen lény nem igazán van, még akkor sem, hogyha azt mondjuk, hogy hát, hogyha egy idő után az ember kilép ebből a fizikai rendszerből, mert mesteri szintre ér, szerintem akkor sem lehet totálisan elérni ezt a mintát, maximum nagyon közel lehet kerülni, és képviselni lehet ezt a minőséget. Tehát én nem gondolom azt például, hogy Jézus volt maga az Isten, vagy hogy Jézusban Isten testesült volna meg. Ahogy mondtam, szerintem Isten nem testesül meg. Maximum ő ezt a fajta rendszert képviselte, nagyon közel lehetett ehhez a mintához, de nem volt vele egyenlő. Elgondolásokban, szemléletben, érzésben igen, de szerintem itt arról kell beszélni, hogy ő nagyon közeli állapotokat ért el, és valamiért azt gondolta, hogy meg kell nyilvánulnia fizikálisan, tehát lehet, hogy ez részéről egy önként döntés és vállalás volt, nem biztos, hogy az Isten küldte ide. Tehát nem biztos, hogy ez a fajta ötlet úgymond tőle származott lehet, hogy Jézus, vagy aki ugye egy ilyen nével testesült meg a Földön, ez a fajta rendszer úgy vélte, hogy testet kell öltenie a Földön, de hát ugye Jézusról, vagy erről a fajta minőségről sokan mondják, hogy ő nem csak a Földön járt, és nem csak a Földön öltött testet, szerintem mi sem, szerintem mi is éltünk már más bolygókon, más formákban is megnyilvánultunk, de valamiért, mivel a Föld elég úgymond elhagyatott volt, mármint tudatilag és rezgés szintben ezért lehet, hogy úgy vélte, hogy akkor itt is megmutatja azt, hogy mi van benne, hogy mit tud, hogy milyen magas szinteken működik, hogy megpróbálja elhozni, lehozni úgymond a szeretet, energetikáját, rezgését, és hogy valahogyan megpróbálja itt elültetni. Hát jó kérdés, hogy ez sikerült-e, avagy nem. Nekem az a tapasztalatom, hogy százszerzelékosan nem lehet elültetni a Földön a. A szeretet energetikáját, rezgését. Egyrészt azért, mert szerintem nagyon sokan nem is vevők rá. Tudjuk azt, hogy itt főleg a másik pólus működik, a negatív behatás, és azt is tudjuk, hogy mondjuk vele mit tettek. Na de hát nem csak róla kell beszélni. Voltak, vannak más tanítók, akik nagyon magas szinteken értekeztek, nagyon magas szintekről szálltak alá. Szerintem napjainkban is vannak olyanok, nem sokan, de vannak, akik bőven elérik, vagy elérték ezt a fajta szintet, és akár mondhatjuk azt, hogy ők is megváltói energiákkal jöttek ide, és így működnek, csak ahogy mondtam, ők nincsenek kikiáltva, mesternek, vagy isteni lénynek, vagy lényeknek, de szerintem nem is kell, tehát nem gondolnám azt, hogy ezeket a lelkeket meg kellene nevezni, az a lényeg, hogy az ember végezze a munkáját, azt a fajta missziót, amiért idejött, és nem kell szerintem különbségeket tenni, vagy kikiáltani ezeket a lényeket olyanokká, hogy ők a legfantasztikusabbak, és hogy mindenkinek elvileg nekik kellene hajbókolni. Igazából szerintem az is nagyon jó kérdés, hogy például Jézus miért vált annyira ismerté. Mert akár, hát mondhatjuk azt, hogy maradhatott volna úgy is, hogy őt nem ismerik meg annyian, és hogy ezek a tételek nem terjednek el. Ahogy mondtam, szerintem ma is vannak olyanok, akik nagyon hasonló tételeket nyilatkoztatnak ki. Hát mégsem válnak annyira ismerté. Persze jó kérdés, hogy mondjuk ezek után mi lesz, hogy mondjuk 10-20-30-40-50 év múlva, mondjuk ezekre a lelkekre hogyan fognak tekinteni, vagy akár 100 év múlva, vagy akár több ezer év múlva. Hogy ezek a gondolatok mennyire maradnak meg, vagy fent, hogy mennyire lesznek rájuk vevők az emberek. Hát én azt látom, hogy a mai világban szinte egyáltalán nem. Nagyon kevesen. Hiszen majd nagyon elkorcsosodott világban élünk, és ma nyilván, hogy egy celebre előbb lesznek kíváncsiak az emberek. Mint olyan lényekre, akik valamit tudnak, akik fontos gondolatokkal érkeztek. Hát ugye ez ma egyrészt nem divat, másrészt mivel annyira elértéktelenedett már ez a mai éra, ezért, ahogyan mondtam, szerintem ezeket a lelkeket nem is veszik észre, de lehet, hogy ez így sokkal jobb. Tehát én azt gondolom, hogy az isteni minta millió nem generál fizikumot, éppen ezért lehet, hogy a földi bolygót sem Isten teremtette, mert ahogy mondtam, szerintem Isten maga, mint olyan nem teremt anyagot. De persze akkor nagyon jó kérdés, hogy ki hozta létre a fizikális vanságot, de most ebben nem menjünk bele, mert erről már beszéltem. Igazából én arról szeretnék beszélni, hogy szerintem Istennek inkább van úgymond éterteste, hogy egy ilyen megnyilvánulása, mint fizikális. Én ezt a fajta közeget nagyon erősen érzem, nagyon jól bele tudok csatlakozni, és rengeteg mindent tudok lehívni. Nagyon sok tétel van benne. Én fizikumot egyáltalán nem találok benne, nincs benne anyag. Tehát éppen ezért én azt gondolom, hogy eme szellemi mintában, berkekben kell kutatni. Ezt a szintet sem érjel mindenki, csak az, aki nagyon sokat tesz érte. Hát én azt gondolom, hogy a mai lelkek néhány százaléka van csak ilyen szinten, aki ezekből a berkekből le tudja hívni ezeket a gondolatokat, a többiek nem innen hívják le, hanem alacsonyabb mintákból, vagy megtanulják ezeket a szövegeket, amelyeket ugye mások kinyilatkoztatnak. Tehát mondjuk azt, hogy az emberi létezés kapcsán is szerintem nagyon sokféle átmenet van, ugyanakkor formula. Tehát itt mindig azt kell megnézni, hogy ki milyen tudatszinten tart. Akik alacsonyabban, ők nem látnak bele ebbe a mintába, és természetes úton nem is tudják ezeket a tételeket lehívni. Hát maximum csak úgy csinálnak, vagy azt mondják, hogy igen, de a legtöbb helyen én azt látom, hogy megtanulják azokat a tételeket, amelyeket ugye már mások korábban leírtak, ezeket visszamondják, és azt gondolják, hogy ettől van tudásuk. De szerintem ez nem egyenlő azzal. Szerintem ez nem tudás, ez valami teljesen más. Ez annyi, hogy én rögzítek különböző szövegeket, aztán átadom, visszamondom, de hát erre mindenki képes, nem? Tehát mondhatnám azt is, hogy ez nem egy olyan nagy mutatvány. Tehát az, hogyha én megtanulok valamit, és visszamondom, átadom, így átadom, ahogyan mondtam, erre szerintem nagyon sok más ember is képes. Tehát itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy ki az, aki abszolút közel van. Ez a fajta mintaképhez, aki megkapja ezeket a gondolatokat. Hát azokat a gondolatokat, azokat a tételeket, amelyek eme közegben megnyilvánulnak. Na most azt is tudjuk, hogy egy embernek nem csak fizikai teste van, de tudom azt, hogy a mai kor embere sajnos szinte csak ezt veszi észre. Sőt, hát egyre inkább. Szerintem a mai kor embere nagyon sokat, túl sokat foglalkozik a fizikummal, az anyaggal, a testekkel, a formákkal, és nagyon kevesen tágítanak ezen a körön, és nagyon kevesen tudják azt, hogy nekünk van egy örök önvalónk, amiben, hát, vagy mondjuk azt, hogy ami nem korlátozódik anyagra, és nagyon kevesen kezdik el vizsgálni ezt a fajta szegmest, mert ugye egyrészt, amit mondtam ma, nem ez a menő, az a menő, hogyha... A testünkkel próbálunk meg valamit elérni, egyrészt, másrészt pedig, hogyha, hogyha a testünket tesszük ki a porondra, mert ez az, ami látványos, és ezért sokkal kevesebbet kell tenni. Nem kell elindulni egy másik úton, és mondjuk húsz évig rajta menetelni, és rengeteget tanulni. Sokkal hamarabb be lehet érni különböző eredményeket, másrészt pedig én azt látom, hogy a mai kor embere ugye a többiek előtt pózol igen, ma pózoló embereket látok, önmutogató lényeket, akik egymásból akarnak különböző figyelmet, vagy különböző visszajelzéseket kicsikarni, és így elérni sikereket, de szerintem nekünk nem egy ilyen úton kell elindulni, hanem el kell indulni a másik fajta úton, ami az örökké valóságba mutat, és ami tulajdonképpen az isteni mintáról szól, egy olyan szegmensről, amiben nincs anyag. Persze, ahogyan mondtam, ez nyilván nem lesz látványos, és egy ilyenfajta munkával az ember nem fog tudni olyan fajta sikereket elérni, amelyekre ma azt mondják, hogy sikerek. Ezért, hát pont ezért, amit mondtam, nagyon sokan nem is indulnak el egy ilyen úton, mert nem kifizetődő anyagilag, mert nem lesznek népszerűek, látványosak, és nem fogják őket körbe rajongani. Hát ma a rajongás, mint olyan nagyon erősen előtérbe került, na most kérdezzük meg azt, hogy például Isten, vagy az Isteni minőség ilyen -e? Hát nem. Egyrészt azért, mert nem nyilvánul meg fizikumban. Nem láttatja saját magát. Mondhatnám azt is, hogy szerintem Isten, vagy ez a fajta rendszer végtelenül szerény. Tehát lehet, hogy a mai adásunknak azt a címet is lehetne adni, hogy a szerény Isten. Mert nagyon szerény, ugye? Tehát nem nyilvánul meg anyagban, és ahogyan mondtam, szerintem soha nem is nyilvánult meg, és nem is fog. Nagyon sok minden miatt. Egyrészt azért, mert nincs arra szüksége, hogy fizikumot, testet öltsön, mivel, mivel ez már nem egy tanuló állapot. Tehát az isteni minőség nem egy tanuló állapot, és én azt gondolom, hogy csak azoknak kell testet ölteniük, akiknek valamit még el kell sajátítaniuk itt a Földön. Persze, ahogyan mondtam, vannak átmenetek, és a mesteribb szintű lényeknek már nem kell annyi mindent elsajátítaniuk itt, de hát ők is nagyon sok mindent akarnak itt tapasztalni a Földön, és sok mindent átadni. Tehát én azt gondolom, hogy Jézusnak is még lehet, hogy voltak tanulni valói, de főként tapasztalatokat akart szerezni fizikumban, és átadni azokat a tételeket, amelyek benne rejlettek. És azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból bemutatással élni. Tehát lehet, hogy valamilyen szempontból benne is megvolt az a fajta vágy vagy elgondolás, hogy ő láttatni akarta saját magát, és meg akarta azt mutatni, hogy ő mennyi mindent tud. Igen, én azt gondolom. Tehát valószínű, hogy ő önként döntött arról, hogy alászál, és hogy ezeket a tételeket, átadja, megmutatja, és hogy olyan dolgokat csinál, amelyekre úgy tekintettek az emberek, hogy ezek csodák. De mondok még valamit, tehát most is vannak olyan emberek, akik meg tudják ugyanazokat a dolgokat csinálni, amelyeket például annó Jézus. Ez attól függ, amit mondtam, hogy ki milyen rezgés szinten tart. Tehát a testből kibelépkedni, hát ezt más is megcsinálja. Egyrészt, és még sorolhatnám a különböző olyan cselekedeteket, amelyekre annó azt mondták, hogy ó, hát ezek ilyen csodák, meg csodaszámba mennek, na de hát én azt mondom, hogy majdnem, hogy csak ez egy alap. Tehát az, hogy ezeket a dolgokat meg tudjuk csinálni, hát ez teljesen evidens, mert. Haik magasabb szinteken működnek, azok egyrészt gyakorolják ezeket a, ezeket a cselekedeteket, vagy állapotokat, másrészt pedig szerintem ez a természetünkből fakad, hogy ezeket a dolgokat mi is létre tudjuk hozni, csak ugye nem ezt gyakoroltuk az iskolákban, nem ezeket a, a képességeket fejlesztettük, és nem is húztuk ki saját magunkból, hát tisztelet a kivételnek, én mondjuk gyerekkoromban is már nagyon sok érdekes dolgot meg tudtam csinálni, amelyeket mondjuk lehet, hogy a hétköznapi lelkek nem, és tudtam olyan <laughs> dolgokat is létrehozni, amelyekre lehet, hogy azt mondanák most, hogy csodák, de nagyon mondtam, szerintem ezek a képességek belénk vannak ültetve, és az is lehet, hogy erre minden ember Képes lenne szó szerint csak, amit mondtam, nagyon sokan nem is indulnak el egy ilyen úton. Tehát, hogyha most arról beszélnénk, hogy vannak olyan emberek, akik tudnak levitálni, magyarán fel tudnak emelkedni a földtől, <laughs> vagy kibe tudnak lépkedni a testből, vagy különböző élettelennek hitt dolgokat, feltámasztanak, vagy felélesztenek, vagy gondolatisággal pillanatok alatt anyagot tudnak teremteni, hát, ahogy mondtam, szerintem, vagy legalábbis számomra, ezek teljesen természetes állapotok, és én is nagyon sok mindent meg tudtam csinálni gyerekkoromban, meg hát vannak dolgok, amelyeket most is, de ahogy mondtam, hát ugye mivel nem ezeket a képességeket fejlesztettük egyrészt, másrészt pedig ugye hát gyerekkorban még sokkal közel voltunk ahhoz a bizonyos mintához, éppen ezért sokkal több mindenre voltunk képesek, nem nyomták el bennünk ezeket a, ezeket a dolgokat. Hát ezt ki kell munkálni saját magunkból. Tehát ezért mondtam azt, hogy lehet, hogy az, az ember eleve így van úgymond felépítve vagy berendezve, hogy lehet, hogy minden ember képes lenne levitálni, telepatikusan beszélgetni, mondjuk én tudok ezt is. De, de ahogyan mondtam, ez számomra teljesen természetes. És sorolhatnám még ezeket a különböző jelenségeket, csak hát ugye, sajnos nagyon sok minden el van nyomva. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha valaki ilyen dolgokra képes, akkor az biztos, hogy kikiáltják valamilyen csodabogárnak, és Szerintem arról is beszélni kell, hogy elkezdik üldözni ezeket az embereket. Tehát ezért mondtam azt, hogy lehet, hogy jobb, hogyha ezek az emberek vagy lények nem állnak elő, vagy nem ennyire erősen, mert nem lehet tudni azt, hogy mi lesz a reakció. Hát, illetve azt mondom, hogy lehet tudni, hogy mi. Hát az én életemmel kapcsolatban is ez már többször előfordult, hogy voltak olyanok, akik tudták azt, hogy mondjuk én. Mire vagyok képes, vagy mire nem, és ezzel elég keményen vissza is éltek, sajnos igen. De ugyanakkor szerintem el kell mondani azt, hogy az ember miért jött ide, miért öltött testet, meg igazából szerintem ezt úgymond kívülről lehet is érezni, látni, hogy ki milyen vállalással van itt. De ahogyan mondtam, nagyon sokféle átmenet van. Én fedezek fel olyan embereket, akik nagyon ősi szellemiséget képviselnek akik már szerintem több ezer éve itt vannak, jelen vannak, nagyon sokszor visszaszülettek, mesteribb létmódban működnek, de ők sem tárják fel úgymond saját magukat, teszik a dolgukat, és hát próbálnak a 3 d sűrűségben valamit létrehozni. Persze szerintem mindig nagyon jó kérdés, hogy az ember miért akar eme sűrű állapotban is megnyilvánulni, vagy hogy miért akar a 3D-s fizikális rendszerben is különböző tapasztalatokat szerezni. Szerintem mindenki azért jött ide, hogy tapasztalatokat szerezzen. Mindenki. És ahogyan mondtam, szerintem Jézus is, de beszélhetünk más úgymond tanítókról, vagy akikről azt mondták, hogy ők mesterek, gurúk, stb. stb. Szerintem ma is vannak ilyen lények. Biztos, hogy vannak olyanok, akik ezeket a szinteket Elérték, vagy akár meg is ugorták. Ők is azért jöttek ide, hogy felvegyék ezeket az energiákat, és hogy áramoltassák őket, és hogy ebben a fizikális rendszerben nagyon sok mindent elsajátítsanak. Mert ez egy tanulóbolygó. Tehát, hogyha mi tanulni akarunk vagy akartunk, akkor ide kellett jönni. Mert, ahogy mondtam, szellemi szinteken, magasabb dimenziókban, ahol nincs anyag, ott nem tudunk tanulni és fejlődni, mert nincsenek súlyzók. És ezért mondtam azt, hogy szerintem Isten, mint olyan, vagy ez a fajta minőség nem fog fizikumot ölteni, testet tölteni, mert számára már nincs szükség tanulásra, fejlődésre, mert hogyha arról beszélünk, hogy mi az Isten, akkor én azt gondolom, hogy egy olyan rendszer, egy olyan minta, vagy egy olyan minőség, Akinek már nem kell fejlődnie. Ergo testet sem kell öltenie. Azoknak kell testet ölteniük, akik még valamit el akarnak itt sajátítani, de akkor az nem egyenlő vele. Csak maximum nagyon közeli állapotokat érhettek el ők, vagy nagyon közel lehetnek, vagy lehettek ez a fajta mintához, de még nem annyira közel, hogy ne kellett volna nekik testet ölteni, vagy nem mondták volna azt, hogy ők nem öltenek testet fizikumot azért, hogy itt tanuljanak. Remélem ezt, hogy hát lehet érteni most, amit elmondok. Tehát szerintem ez a különbség. Nagyon sokféle különbség van, és hát én azt gondolom, hogy ezeket érdemes vizsgálni. Én azt látom, hogy nagyon sokan nem is nagyon értik azt, hogy egyrészt miről szól a feltámadás, másrészt, hogy a szellemi meg az anyagi létforma között mi a különbség, hogy igazából Isten vagy az Isteni minőség mit jelent. Rengeteg előadást rengeteg felvételt készítettem már erről a fajta változatról. A mai felvételnek az lesz a címe, hogy Isten éterteste, hogy ez milyen, hát nem fizikális. Úgyhogy lehet, hogy ez a test szó nem is megfelelő, nem jó. Mert ez egy közeg, ez egy olyan közeg, amiben ahogyan mondtam, nincs anyag. Egyáltalán nem fogalmazódik meg benne anyag. Egy százalékban sem. Na most jó kérdés, hogy ez, ez a közeg akkor milyen, hogy itt hogyan lehet működni, hát akadálymentesen, mindenféle blokk nélkül, és szenvedés nélkül. Tehát szerintem Jézus, vagy ez a fajta minőség azért öltött testet, mert ő meg akarta tapasztalni a szenvedést. De mondok még valamit, mindenki azért öltött testet, mert meg akartuk tapasztalni a szenvedést. Mindenki, aki valaha testet töltött, és aki még ezután fog. Tehát mi pontosan a szenvedések miatt jövünk. Hát én azt gondolom, hogy Jézus is. És nem mondom azt, hogy ő szenvedett a legtöbbet, vagy a legerősebben, mert ez nem igaz, csak az ő szenvedése látványos volt. Hát tömegek előtt zajlott. Bár mondhatjuk azt, hogy más emberek is szenvedhetnek úgy, hogy ezt mondjuk sokan látják, de nem mindenki. Hát nyilván nem mindenki, tudja? Na most gondolom, hogy ő ezért vált úgymond ismertebbé, mert az ő szenvedése, vagy mondjuk azt, hogy passiója tömegek előtt zajlott. De hát szerintem minden embernek van passiója. Minden embernek van szenvedés csak nem minden ember szenvedés zajlik tömegek előtt. Vagy ha igen, akkor ezeket az embereket nem fogják a mai korban fölmagasztalni, pláne nem tanulni tőlük, hanem el fogják ítélni, és azt fogják mondani, hogy ú, hát ők milyen szerencsétlenek, de nem veszik észre azt, hogy ezekből a szenvedésekből mik jönnek ki. Hát pont tegnap tartottam ugye egy ilyen előadást erről a témáról. Érdemes meghallgatni, hogy a szenvedés mire való, hogy, hogy miért kell hogy mi pontosan ezért jövünk ide. Azért jövünk ide, hogy fizikumba belesűrítsük saját magunkat, ami egyenlő a szenvedése, és a szenvedéseink által mozgósítsuk az energiákat, amelyek bennünk vannak, nagyon sok energiát generáljunk, és ezen energiák által fejlődjünk, és hozzuk ki magunkból a rejtett tartalékokat. Hát ezt máshogyan és máshol nem tudnánk megtenni. De ahogy mondtam, szerintem Istennek erre már nincs szüksége vagy annak a fajta rendszernek, amiről azt mondjuk, hogy ez az Isten. Mert ő már megtanult mindent, mert mindent kihozott saját magából, minden képességet. Ezért vált ő Istenné, ezért nem fog teste tölteni már többet, tehát nem fog idejönni, mert már mindenből levizsgázott. Most mondhatnám azt is, hogy aki már leérettségizett, az nem fog visszaülni a gimnáziumba, mert már leérettségizett. Hát én sem mentem vissza, amikor leérettségiztem, és olyan boldog voltam, és olyan szabad, amit nem lehet leírni szavakkal, mert tudtam azt, hogy de jó, már nem kell többet visszaülnem az iskolapadba, már mint oda nem. Hát ugye utána mentem főiskolára, de most beszélünk arról, hogyha valaki leérettségizett egy középiskolában, vagy egy gimnáziumban, akkor nyilván nem fog visszaülni, a gimnáziumi padba, hanem megy tovább. Na most jó kérdés az, hogy az isteni minőségtől föl, fölfele vannak-e még magasabb szintek is? Vagy ez egy csúcsállapot? Mert az is lehet, hogy ennél magasabb szintek is megfogalmazódnak, nem? Bár, hogyha azt mondjuk, hogy Istenben ebben a fajta minőségben már nem kell tanulni, vagy ennek a rendszernek már nincs tanulni valója, akkor nincs felsőbb szintű kategória, hát akkor ez maga a csúcs, nem? Persze nagyon jó kérdés, hogy van-e ilyen állapot. Van-e olyan állapot, hogy már nem kell tanulni, nem kell fejlődni. Mert ha azt mondjuk, hogy ilyen nincs, akkor, akkor egyre magasabb szintek vannak, és akkor lehet, hogy az isteni minőségen túl is vannak még magasabb szintű kategóriák. Nem tudom, de ezek szerintem nagyon jó kérdések. Bár azt gondolom, hogy itt azt is vizsgálni kell, hogy az embereknek milyen hitrendszerük van, mert nyilván, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy az isteni minőség a legmagasabb szint. Mert hát egy ilyenfajta hitrendszerrel élünk a Földön. Hát mert hogy ebbe egyeztek bele nagyon sokan kollektívan. Hogy mondjuk ezt, vagy gondoljuk ezt, hogy ez van belénk ültetve, belénk kodolva, hogy Isten a legmagasabb szint. Ő úgy mond a legmagasabb kategória, és hogy ennél nincs följebb. Na de most, hogyha lehet, hogy elkezdenénk jobban vizsgálni ezt a történetet, és másfajta úgymond Elgondolásokat fogadnánk el, akkor, akkor lehet, hogy még az is kialakulna egy idő után, akár kollektívan, együttesen, hogy azt gondolnák az emberek, hogy de ennél még vannak, vannak fensőbb szintű kategóriák is. De ahogy mondtam, szerintem a legmagasabb szint az az, amiben már egyáltalán nem fogalmazódik meg anyag, fizikum. De ugye ez egy átmenet. Tehát vannak olyan szintek, amelyekben még van anyag, csak már nem annyira sűrű módon. És ez fokozatosan vonódik ki. És szerintem az a legmesteribb szint és állapot, amiben már nulla anyag van. Tehát nulla százalékban, amiben egyáltalán nem fogalmazódik meg. Jó kérdés, hogy ez a fajta szint hány dimenziós, hogy erre valaki tud válaszolni? Szerintem nem. Szerintem nincs olyan ember, aki erre tudna válaszolni, hogy ez a szint hány dimenziós. Én azt mondom, hogy ez már dimenziókon túli, tehát itt már nem kell dimenziókról beszélni. Ugye, hogy azért milyen jó kérdések ezek, vagy milyen jó felvetések, amelyeken egyébként szerintem lehet gondolkodni folyamatosan? Tehát igen, szerintem az a baj, hogy vannak olyan emberek, manapság főként, akik azt gondolják, hogy mindent tudnak. De szerintem nem tudnak mindent, és... Mondjuk, hogyha ezekről a dolgokról beszélgetnénk, vagy rákérdeznék egy-két ilyen ügyre, akkor szerintem nem nagyon tudnának rá válaszolni. Mert, amit mondtam, vannak olyan dolgok, amelyekbe az emberek nem tudnak belenézni, és amelyeket nem látnak, nem éreznek, nem is tudnak ilyen magas szintre, úgymond, felnyúlni, képetesen értve. Tehát, tehát szerintem nagyon sok kérdés marad nyitva. De hát lehet, hogy ez a jó. Lehet, hogy pont ez a rendszer döntött erről így, hogy legyenek nyitott kérdések, legyenek olyan szegmensek, amelyekben mi nem látunk bele, pontosan azért, hogy, hogy kutassunk, és hogy, hogy elérhetetlen legyen számunkra ez a fajta minőség. Mert ha elérhető lenne, mondjuk Isten, és meg tudnánk fogni kézzel, szerintem az baj lenne. Én sokszor elmondtam már azt, hogy én nem javasolnám ennek a rendszernek, hogy öltsön testet. Na, de hát milyen testet is öltene? Ahogy mondtam, nem fog testet ölteni soha ez a rendszer, szerintem. Egyrészt nincs rá szüksége, másrészt nem fog ennyire, úgymond, leereszkedni. Azok ereszkednek le, és azok vállalják a fizikális... Mi volt ott, akik, hát mondjuk azt, hogy nagyon elszántak, és akikben nagyon erős a vágy arra nézve, hogy hát, hogy ide jöjjenek, és végigjárják ezt az utat, még akkor is, ha tudják azt, hogy szenvedésekkel teli lesz ez az út. De hát, amit mondtam, ezeket a szenvedéseket ugye kamatoztatni fogjuk. Mi pont ezért jövünk. Pontosan ezért, a, ezekért a szenvedésekért jöttünk. Mert ezt máshol, máshogyan, magasabb berkekben nem tudjuk átélni. Ahol nincs anyag, nincs fizikom, és ahol nincs ennyi negatív behatás, mert az isteni minőség az egypólusról szól. Ő maga az egypólus, amiben csak pozitív energia van. Tehát ott nem kell beszélni szenvedésről. Csak itt kell beszélni szenvedésről, illetve nem csak a Földön, de most itt vagyunk. Hát itt nagyon erősen megfogalmazódik. És itt rengeteg negatív energia van. Tehát itt aztán bőven lehet szenvedni a Földön, és nagyon-nagyon sok gonosz lélekkel lehet találkozni, nagyon sok ellenségeskedéssel, amelyek szintén mondjuk azt, hogy motiválhatnak, arra nézve, hogy mi ezeket a negatív erőket le akarjuk győzni. És hogyha valamit, vagy valakit mi le akarunk győzni, akkor nyilván, hogy kamatoztatjuk a bennünk élő erőt, energiát, nem? Tehát akkor elkezdjük megmozgatni, egyébként nem mozgatjuk meg. Na hát ez az, amit mondok, hogy ezért jövünk, ezért jöttünk, hogy ezeket a tapasztalatokat átéljük, de ezt csak itt tudjuk átélni. Az is lehet, hogy csak a Földön. Tehát beszélhetünk más bolygókról, más dimenziókról, de nem gondolnám azt, hogy máshol is ilyen viszontagságos ügyek, helyzetek vannak. Hát magasabb szinteken biztos, hogy nem. Számunkra a szeretet a természetes, de valamiért mégiscsak akartuk látni, hogy mi van itt, és valamiért mi küzdeni akartunk, ezért jöttünk ide. Azért, hogy mozgósítsuk a bennünk lévő tartalmat, tartalékot. Mindent, amit elrejtettünk, és lehet, hogy ezeket nem használtuk. És akartuk használni, ezért testet töltöttünk, és megnyilvánultunk a fizikális létezésben. Na de ahogyan mondtam, hogyha arról beszélünk, hogy mi az Isten, vagy ez a minta, akkor neki biztos, hogy nincs fizikai teste, nem is ölt ilyet, nem is generál fizikai testeket, maga Isten szerintem nem generál testet, mármint anyagot nem. De arról kell beszélni, hogy ez a rendszer maga egy nagyon átfogó, éterikus közeg, nem mondjuk azt, hogy test, éterikus közeg, szféra halmaz, amiben rengeteg minden található meg, és mivel ebben nincs anyag, ezért örök a léte. Tehát benne mulandóság nem fogalmazódik meg, hát a mi fizikális testünk kapcsán viszont igen, hát tudjuk nagyon jól, ugye? hogy a Földön szamszára van, ami azt jelenti, hogy mindig különböző testeket kell ölteni, váltani, majd ezeket letenni, és akkor jön a következő, etap a következő, a következő, hát, ez, hát ugye erre mondják, hogy ez a létforgatag, hogy mindig újabb és újabb testeket öltünk. Hát amíg a szamszárában vagyunk. Ha majd kilépünk belőle, akkor, akkor már nem, de csak a legmesteribb szinten lehet ebből kilépni, nagyon magas rezgési szinten, mert ezek az erők folyamatosan hatnak ránk. És folyamatosan benne tartanak, úgymond ebben a centrifugális körben. Mert hát én azt gondolom, hogy maga a szamszára az ilyen. És igazából azt is mondhatjuk, hogy oké, okay, ebbe bele is lehet lépni. Hát valamilyen szempontból szerintem Jézus is vállalta ezt a belépést hogy fizikális testet tudjon ölteni, persze jó kérdés, hogy neki voltak-e már korábbi teste szerintem igen. Persze, hogy voltak, nyilván. Ne. tehát ő nem először, nem egyszer volt csak jelen a Földön, csak maximum más nevekkel létezett. Sőt, mondok még valamit, szerintem ő azóta is nem na, már nagyon sokszor visszajött, már mint hogy ezek az energiák, most is jelen vannak ezek az energiák, csak sokan ezt nem veszik észre. Persze, hát nyilván csak más alakban. Más alakban nyilvánul meg ez a rendszer, más alakokban, és nem mindig csak férfi testben. Szóval nehogy azt gondoljuk már, hogy csak a férfi testek képesek arra, hogy ilyen energiákat működtessenek, jaj, dehogy is. Hát most a nők, a női, női lelkek, vagy nem is a lelkek, mert rosszul fogalmazok, azok, akik most női testben vannak, sokkal keményebb ilyen energiákat hordoznak. És hát a, a lelkük az nem biztos, hogy női, de most nem is erről kell beszélni, hanem arról kell beszélni, hogy a mostani nők között nagyon sok szellemi vezető van, és akikben én vélek felfedezni ilyen energiákat. Tehát, tehát ne gondoljuk már azt, hogy csak a férfi testekbe költözött lelkek azok, akik ilyen mesteri szinten működhetnek. Én azt veszem észre, hogy most pont, hogy ez nem így van. A nők sokkal felkészültebbek, sokkal mesteribb szinteken mozognak, rezegnek, hát tisztelet a kivételnek, de a hozzám bejelentkezők közül 80% nő, női testben élnek, és sokkal magasabb szinteken rezegnek, mint azok a férfiak, vagy hát férfiak, akik férfi testbe költöztek, akikkel szintén találkoztam, vagy konzultáltam. Hát ötszöröse. Hát azt mondanám, hogy az ő energetikájuk az ötszöröse annak, amit a mai férfi testbe költözött lények meg tudnak mozgatni, éppen ezért ők sokkal közelebb is vannak Istenhez, vagy ehhez a fajta mintához, már mint azok, akik most női testben vannak. Tehát már rég a nők az irányítók és a szellemi vezetők a Földön. Hát jó pár éve már biztosan. De ugye ez nincs kikiáltva, nincs felszínre hozva, vagy elmondva, vagy elfogadva, mert a női minőséget mindig is ledegradálták, illetve nem mindig, rosszul mondom, hát napjainkban főleg, meg hát egy jó ideje, igen, de ez meg fog változni és a nők lesznek az irányítók, és hát a férfiak meg... Most ők kerülnek át a másik oldalra, és akkor majd most nekik kell megtapasztalni azt, hogy, hogy milyen is volt elnyomásban élni. Hát nem sajnálom őket egyébként, mert nagyon sok rossz indulatú, Férfi testbe költözött egyén van, akik nagyon agresszívak, nagyon elnyomók, és nagyon-nagyon erősen ledegradálják a női minőséget, hát most fordulni fog a kocka, aztán majd megnézzük, hogy most ők hogyan fognak tudni így boldogulni. De nem vagyok kárörvendő, csak szeretném már látni ezt a fajta állapotot, hogy ez milyen. Igen, szerintem jó lesz. Szerintem nagyon sok mindenki fog egyenlítődni, Amire én már nagyon vágyom, hogy legyen egyfajta, nem is azt mondom, hogy egyenlőség, hanem kiegyenlítődés, mert ez jobb szó. És most végre ezek az energiák érvényesüljenek, és hogy a nők legyenek most már úgymond hatalmon. Bár lehet, hogy ez is rossz szó, itt arról kell beszélni vagy gondolkodni, hogy hogy a vezetés, mint olyan, milyen lesz, hogy ennek milyen lesz az összetétele. Mert én azt mondom, hogy az isteni minőség is szeretne most már látni egy ilyenfajta kiegyenlítődést, igen ami szerintem most már időszerű, tehát épp itt az ideje annak, hogy forduljon a kocka, és hogy nagyon sok minden változzon, és hogy hát felszíre kerüljenek olyan lelkek, olyan ügyek, jelenségek, amelyek eddig rejtve voltak, és akiket nagyon erősen elnyomtak. Hát most már ez reméljük, hogy nem lesz további így. Szóval én azt gondolom, hogy Istennek csak úgymond éter teste van, vagy éterikus megnyilvánulás a fizikális minősége nincs. És soha nem is volt. Ha arról beszélünk, hogy mi a fizikum, mi az anyag, mi a test, az nem Istenből származik, nem Istenből jön. Az energiák jöhetnek belőle a rezgések, amelyeket mi kamatoztatunk, és amelyeket mi áramoltatunk, és amelyekkel rendelkezünk, de a testünk szerintem nem belőle ered de a Föld sem, a fizikum sem. Éppen ezért azt gondolom, hogy nem Isten teremtette a Földet és az élőlényeket, amelyek fizikális rendszerben nyilvánulnak meg. Mert ő szerintem nem teremt anyagot egyrészt, másrészt pedig nem csökkenti le ennyire a rezgés szintet. Eme éterikus testben, vagy eme éterikus szférában rengeteg minden fogalmazódik meg, és ahogy mondtam, ez egy nagyon tág kategória nagyon tág kategória. Én azt gondolom, hogy ajánlások vannak, lehetnek, ezeket vagy elfogadjuk, vagy nem. Tehát maga ez a rendszer tehet ajánlásokat, hogy kiknek kell visszajönni a Földre, és hogy miért, és mi ezt az utat vagy elfogadjuk, vagy nem. Hát valószínű, hogy Jézus is elfogadta. Tehát számára is ki lett nyilatkoztatva szerintem egy ilyen ajánlás, és ő ezt elfogadta, ezért öltött testet, de ha nem fogadom el, nem jövök ide. <laughs> Persze nagyon sok lelket szerintem szándékosan küldenek úgymond vissza, vagy maga ez a rendszer szándékosan löki ki ezeket a lelkeket, utasítja el, nem engedi be, ezért hát valóban jönni kell, hát a földre kell tömörülni fizikai testekbe, és el kell tölteni itt egy bizonyos időt, sok időt. De szerintem nem csak a földre száműzik ezeket a lelkeket, más bolygókra is, ahol másfajta viszontagságok között kell élni, működni, a Föld az csupán egy állomás, egy, egy szelet ennek az egész történetnek. Hát itt is nagyon sok tanulni való van, de én azt gondolom, hogy máshol is. Megvan az, hogy a Földön mit lehet elsajátítani, és az is megvan, hogyha mesteri szintekre akarunk érni, akkor hol kell még majd helyet foglalni, hát ahogy mondtam, szerintem nem csupán a Földön. Én azt gondolom, hogy van még két-három olyan plusz bolygó, ahová szintén ezek a lelkek tömörülnek, az jó kérdés, hogy ott mennyire sűrűsödnek be fizikális testekbe, rendszerekbe, és hogy azoknak a, a helyeknek hány dimenziós a felépítésük. Szerintem van olyan bolygó, ami, ami ennél egy picit alacsonyabb rendű, és van olyan is, ami magasabb szinteken helyezkedik el. Tehát a Föld szerintem valamilyen szempontból középkategóriás. Tehát mi most egy ilyen, Helyen vagyunk. De ennél vannak mesteri létmódok, és alacsonyabb szintűek is. Bár nehéz elképzelni azt, hogy van ennél alacsonyabb szint is, hát én ott biztos megbolondulnék, bár mondjuk a Földön is sokszor, tehát ez is egy nagyon alacsony szint számomra, de nyilván, hogy én is nagyon sok mindent tudtam itt elsajátítani, de szerintem én még egyszer már nem fogom ezt vállalni. Egyre inkább azt érzem, hogy én nem. Ez volt az utolsó ilyen idejövetel szerintem. Én még egyszer már ezt nem vállalom el, nem, nem, biztos, hogy nem. Mert hát bőven eleget láttunk, az biztos. Följebb kell emelni ezt az egész rendszert egy mesteri minőségben, akkor már sokkal könnyebb lesz itt létezni, de akkor az már nem a 3D-s megtapasztalásról szól, hanem magasabb szintekről. És szerintem ott sokkal jobban éreznénk önmagunkat is. Az biztos, hogy ez az isteni rendszer, vagy millió, vagy nevezük, ahogyan akarjuk, folyamatosan monitorozza azt, hogy mi hogyan vagyunk itt jelen. De fizikálisan nem jön ide. Én ezt nem gondolom. Viszont ettől függetlenül ő láthatja, tudhatja azt, hogy itt mi van. És persze vannak olyan lelkek, akik kiválasztottak, és sokkal inkább figyelik őket, vagy jobban foglalkoznak velük, hogy milyen úton tartanak, és az is lehet, hogy vannak olyan lelkek, akikkel meg, azt nem mondom, hogy egyáltalán nem foglalkoznak, de, de lehet, hogy nagyon pici százalékban, vagy hányadban, mert, mert aki nem fejlődik, aki nem tesz semmit, szerintem, szerintem ő mondjuk azt, hogy sokkal távolabb esik ezen a körön, mert hát ez tényleg olyan rendszer, mint egy ilyen köralakú köralakú szegmest vizsgálnánk, vagy állapotot, vagy közeget, és vannak olyanok, akik ettől a fajta rendszertől távol esnek. Igen, sokkal távolabb vannak szerintem, és vannak olyanok is, akik közelebb, vagy jobban beleérnek úgymond ebbe a körbe, és erőteljesebb helyet foglalnak el, és nyilván, hogy ők sokkal könnyebben, gyorsabban megkapják ezeket az energiákat, meg hát többet is. Sokkal több minden van számukra kinyilatkoztatva. Hát azok kapják meg ezeket a gondolatokat, tételeket, akik közelebb vannak, de nyilván ők azért vannak közelebb, mert ezért tettek. De persze beszélni kell arról, hogy mi fizikai testekben vagyunk, tehát 100%-osan nem tudunk egy ilyen állapotot elérni, vagy nem 100%-osan foglalunk ebben helyet, mert, mert ahogy mondtam, az isteni éterikus közegben nincs anyag. Tehát nem tudunk hozzá 100%-osan közel kerülni, mert ahhoz úgymond le kellene tenni ezt a fizikális megnyilvánulást. De ezt csak akkor lehet letenni végleg, hogyha már az ember, vagy mi, mint lények, mesteri szintre értünk. Mert a halál állapota nem ezt jelenti. Mert utána vissza kell születni, újabb testeket ölteni. Tehát ez nem egyenlő azzal, hogy én már közel kerültem Istenhez. Nem ettől kerülök közel hozzá, és nem attól, hogyha valaki mondjuk meghal és leteszi a fizimiskát. Attól nem lehet közel kerülni. Ez, ez nem egyenlő vele. Hát uh, itt sokkal komolyabb ügyekről kell beszélni, és arról kell beszélni, hogy, hogy milyen úton megyünk végig, mennyit fejlődünk, hát a szamszárában. Tehát a szamszára szerintem azért lett kitalálva, hogy legyen időnk fejlődni, és ezért van ennyi visszaszületés, mert egy visszaszületés nem elég ahhoz, hogy én elérjem ezt a fajta mintát. Amiről még mindig nem tudjuk azt, hogy ez a legmagasabb szint, vagy nem. Mert szerintem, ahogy mondtam, ezt igazából senki nem tudja megmondani, vagy meghatározni, hogy ez a legmagasabb szint, mert a legmagasabb szintekig szerintem mi nem is látunk el. És ahogy mondtam, az is lehet, hogy még annál is vannak fentibb kategóriák. Az is lehet, hogy ez egy végtelen történet, hát és akkor mondhatjuk azt, hogy a végtelenségnek meg nincs legmagasabb szintje, nem? Tehát nincs végállomás akkor. Az is lehet, hogy ez a fajta rendszer is folyamatosan fejlődik, amiről beszélek, bár hogyha nincs benne anyag, tök jó kérdés, hogy hogyan fejlődik. Mert szerintem anyag nélkül, fizikum nélkül nem lehet fejlődni. És az a fajta minőség már nem is a fejlődésről szól. Nem. Tehát akkor, akkor az a rendszer már nem fejlődik. Viszont ha nem fejlődik, nincs benne anyag. Viszont ha mi anyagba kerültünk, testekben vagyunk, akkor nekünk meg fejlődni kell. Hát egy darabig. Addig, amíg mesteri szintre nem vizsgázunk, és mehetünk tovább egy anyagmentesebb közegbe. Bár nem gondolom, hogy rögtön egy anyag, totálisan anyagmentes közegbe kerülünk. Ahogy mondtam, átmenetek vannak, és hát fokozatosan lehet kivonulni, úgymond ebből a történetből. De ehhez szerintem évmilliók kellenek. Az is lehet, hogy mi is most már évmilliók óta fejlődünk, és tanulunk. Igen, ezért van az, hogy vannak olyan lelkek, akik nagyon ősi, ősi lelkek, nagyon öregek, mert az is lehet, hogy ők már évmilliók óta itt vannak a Földön, csak mindig más-más testekben nyilvánulnak meg, de hogy testekben nyilvánulnak meg, az biztos. Persze vannak köztes állapotok, amikor nem vagyunk testben, de utána automatikusan jönni kell vissza és nem mindig a Földön nyilvánultunk meg. Más, más, tehát szerintem a szamszára, mint olyan más bolygókra is vonatkozik. Tehát nem biztos, hogy mindig úgymond a Földön potyanunk ki a szamszárából, illetve hát akkor is a szamszárában vagyunk benne. Mondjuk úgy, hogy a köztes állapot után nem biztos, hogy mindig a Földön öltünk, vagy öltöttünk testet. Sőt, biztos, hogy nem. Azokra a minőségünkre is lehet emlékezni, vagy állapotokra, amikor nem voltunk vagy vagyunk testekben, és csak úgymond csak szellemi minőségben vagyunk, de ahogy én mondtam, szerintem ez nem tud állandósulni. Tehát most még ez nem tudott állandósulni senkinél. Mert ez a rendszer, amit Istennek nevezünk, automatikusan visszalök, vagy visszaküld, vagy mi mondjuk azt, hogy jövünk, vagy is-is. Mert meg akarjuk tapasztalni a szenvedést fizikumban. Mert ez valamire kell, ez valamire jó. Hogy mire, és miért arról már sokat beszéltem. Az is nagyon jó kérdés, hogy ez az éterikus közeg, amire azt mondjuk, hogy az isteni minőség tágul-e, vagy nem. Vannak, akik azt mondják, hogy tágul, folyamatosan tágul, ahogy a nagy egyetemesség is tágul. De az is lehet, hogy nem tágul, az is lehet, hogy ha arról beszélünk, hogy mi az Isten, ő már egy állandós úr, Állandósult rendszer, és ő már úgymond nem tágítja ezt a fajta kört. Hát szerintem erre sem tudunk százszerzelékosan megfelelni, csak maximum találgathatunk, meg gondolkodhatunk erről a témáról. Hogy az isteni éterikus közeg tágul-e, avagy nem, hogy mindig újabb és újabb, újabb rendszereket fog át, vagy újabb univerzumokat generál önmagában. Mert ha igen, akkor nagyon sok más létezési mód is jelen van, amelyekben szerintem mi nem látunk bele, a maximum érezhetjük. Szerintem sokkal több minden fogalmazódik meg a mint amiről mi tudunk, vagy amit mi egyáltalán fel tudunk fogni épésszel. Úgyhogy nagyon sokféle kérdés van. És igen, igazából arról szeretnék beszélni, hogy... Hát, hogy az isteni minőség mennyiben másabb, mint mi emberek. Hogy számára nincs szükség arra, hogy megmutassa saját magát, hogy fizikumot öltsön, és lehet, hogy pont ezért vonzó. Na, és akkor most mondtam ki szerintem a lényeget. Hogy Isten lehet, hogy azért vonzó nagyon sok ember számára, mert nincs testben, mert elérhetetlen, mert nincs fizikumban. Mert nem tudjuk megfogni, és ezért indulnak elfelé nagyon sokan. Ezért fejlődnek, ezért dolgoznak folyamatosan, ezért tanulnak, ezért vezekelnek, ezért csinálnak nagyon sok mindent, hogy hát ha egyszer, egyszer el tudják érni. De igazából Isten szerintem ilyen formán soha senki nem fogja tudni elérni, és eddig sem sikerült senkinek, pont azért, mert nem ölt fizikumot, és nem is öltött soha, és nem is fog. Hát pont ezért vonzó, pont ezért különleges, titokzatos, izgalmas, mert érezni érezzük, de, de nem tudjuk kisajátítani, mert az ember bizony szerintem kisajátító. Az emberek egymást sajátítják ki a Földön. Például a különböző házasságok alkalmával, tehát szerintem a házasság a kisajátításról és a birtoklásról szól. Bocsánat, hogy kimondom az igazságot, vagy a lényeget, de szerintem így van. Amikor az emberek Összeházasodnak és egymást a másikhoz kötik, akkor egymást kisajátítják, egymáshoz láncolják, birtokolják, de szerintem a gyerekvállalás is ugyanerről szól. Hogyha valaki gyereket vállal, és létrehoz egy újabb testet saját magából, illetve egy másik félből, szerintem az is a birtoklásról szól valamilyen szempontból, meg a kisajátításról, és arról, hogy ők ezeket az érzéseket meg akarják nyilvánítani fizikálisan is és azért boldogok, és annak körülnek, hogyha egy szabad lelket bele tömörítenek egy fizikai testbe, és kézbe tudják venni a gyermeküket például. De hát Istennel ezt nem lehet megcsinálni. Tehát Isten soha senki nem tudta eddig még fizikai testbe tömöríteni. Mert ahogyan mondtam, Jézus sem ő volt. Csak valaki, aki közel volt ehhez a mintához. És beszélhetünk a más, nem tudom én milyen tanítókról, Krisnáról, vagy Butháról, vagy akárkiről, teljesen mindegy. Ők sem voltak egyenlők Istennel, tehát nem Isten testesült meg bennük. Hát ők olyan lények voltak, akik közel voltak ehhez a mintához, Istenhez, vagy az Isteni energiákhoz, magas rezgésszinttel érkeztek, de emberi testet töltöttek, ergo ők nem voltak vele egyenlők. Senki nem volt vele egyenlő soha, és ezek után sem lesz senki vele egyenlő, mert ahogyan mondtam, ez egy olyan rendszer, amiben anyag nem nyilvánul meg, eleve testet öltés nem jön benne létre, nem is fogalmazódik meg. Ergo nincs benne birtoklás, nincs benne kisajátítás, nincs benne ego. A földi ember nagyon egós, egoista. Mindent birtokolni akar, kisajátítani, leláncolni, megszerezni, magáénak tudni, magába kebelezni, magába tömni, kézzel foghatóvá tenni, megmarkolni, nem tudom én mit csinálni ezekkel a testekkel, de Istennek nincs teste. Nem is volt. Tehát lehet, hogy ez a éterikus test kifejezés nem a legmegfelelőbb. Hát jó kérdés, hogy a test mit jelent. Nyilván, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy a test az csak fizikális rendszer lehet. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy van egy olyan közeg, vagy olyan, egy olyan minta, amiben nincs fizikum, arra nem mondhatjuk azt, hogy test, ugye? Csak arra, amit meg tudok fogni. Hogy most mondjuk megfogtam a, nem tudom, a térdemet, vagy valamit. Vagy mondjuk az ujjaimat most így uh, mozgatom. Tehát igen, tehát hogy a test az mindenképpen egy szilárd dolog, nem? Tehát ezt mondjuk. És ezeket a testeket akarják az emberek kisajátítani. Ugye? Tehát hát ez van. Tehát ez van. Az ember mindig ki akar sajátítani egy testet. Főleg egy olyan testet, amire mondjuk lehet, hogy vágyunk. Na de a mesteri szint nem erről szól. Aki mesteri szinten van, nem akar különböző testeket sem generálni, sem létrehozni, sem kisajátítani, sem magáinak tenni vagy tudni, és szerintem a legmesteribb szintű lények nem is akarnak testet tölteni. Mert már nincs rá szükség. Tehát Isten az, aki a legmesteribb szinten van, mert ő nem ölt testet. Mert nincs rá szüksége. Tehát mi nem vagyunk a legmesteribb szinten, mert mi testet töltöttünk, és hát Jézus sem a legmesteribb szinten volt, mert ő is testet töltött. Vagy mondhatjuk azt, hogy de, nagyon mesteri szinten volt, nagyon közel volt, de mégsem annyira. Mert ö, azzal, hogy mi idejövünk és testet töltünk, automatikusan tanulni és fejlődni kell. Ergo akkor nem a legmesteribb minőségben foglalunk helyet, csak maximum, nagyon közeli állapotban, és nagyon sok tudással esetleg a hátunk mögött. Tehát úgy, ahogyan például ő is jelen volt. De, de szerintem a, ő is nagyon sok energiát vett föl itt, amikor, amikor újra ide érkezett. De ugye mondtam, szerintem ő azóta már nagyon sokszor, nem sokszor, de többször megnyilvánult a Földön. Hát ugye nagyon sokan várják Jézus második eljövetelét, szerintem az már rég megtörtént. Szerintem már a harmadik is jelen van. Csak nem veszi észre. Nem veszi észre. De mondjuk lehet, hogy addig jó, amíg nem veszi észre, mert, mert ugye hogy mondtam, hogyha észrevennék, vagy észrevették volna, akkor automatikusan ki akarták volna sajátítani. Ha most újra megnyilvánulna testben és megneveznék ezt az illetőt, hát el sem tudom képzelni, hogy mi lenne ezt az embert akkor, vagy ezt a lényt akkor folyamatosan rejtegetni kellene hogy nehogy valami baj történjen vele. Hát nem léphetnek ki az emberek közé, főleg a mai emberek közé. Hát legalább 50 testőrrel kellene ennek az embernek, vagy ennek a lénynek működnie, hogy, hogy ne legyen gond, és hogy ne akarják elrabolni, meg nem tudom mit csinálni vele. Igen, én azt gondolom, hogy valamilyen szempontból az emberek elrabolják egymást. Tehát, hogyha valaki kisajátít egy másik embert, az is olyan, mint hogyha elrabolná, nem? Vagy mondjuk igen, beszéljünk a különböző házasságokról. Hát az is olyan, mint hogyha az emberek egymást elrabolnák, nem? Hát szerintem de. Mert, mert kötik egymást, mert lekötik egymást. És szerintem ez soha nem jó. Szerintem mindenkit szabadon kellene hagyni, és én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek inkább egyedül kellene élnie. Hát nagyon sokféle szempontból, de én egyáltalán nem vagyok híve a kötéseknek és annak, hogy az emberek leláncolják egymást, és hogy újabb és újabb testeket ö, hozzanak létre. Mert ezzel kötnek, mert ezzel, mert ezzel ö, hát mondjuk azt, hogy a Föld nevű bolygón, főleg ugye ezekkel a kötésekkel újabb és újabb blokkokat generálnak. És hát ö, nem is beszélve arról, hogy, ö, Hát, hogy ezek a lények is ő, ugyanúgy szenvedni fognak. Tehát minden leszületendő gyerek végig megy ez a szenvedésen. Mindenki szenvedni fog, aki testbe kerül még ezek után is, meg hát azok is, akik most már itt vannak, meg most fognak születni, stb. 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 Magyarán akkor mondhatjuk azt, hogy szenvedést ajándékoznak, úgymond a, a születendő lelkek számára. Tehát nem tudom, hogy ez, hogy akkor ez egy milyen állapot? De ahogyan mondtam, hát igen, tehát lehet, hogy mindenki szenvedni jön ide, és ezekből a szenvedésekből ugye nagyon sokat lehet tanulni, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy lehet, hogy ez, ez tényleg egyfajta ajándék. Na de hogy milyen kemény úton kell végigmenni, hát azért az, az egy. hát azt, azért azt szerintem mindenki tudja, nem? Nincs olyan ember a Földön, aki soha nem szenvedett. Mindenki, mindenki szenved. És mindenki szenvedni fog. Tehát az egész élet igazából erről szól. Hát jó, nem az egész, de 80%-ban szerintem a szenvedéseinkről szól a fizikális létmód. Tehát, hogyha nem akarunk szenvedést generálni, vagy nem akarunk egy másik lénynek mondjuk úgy, hogy szenvedést adni, vagy hogy ő ezt átélje, hát akkor. akkor, akkor nem kell fizikális megnyilvánulást generálni, vagy létrehozni. Nem. Hát ezért mondtam azt, hogy szerintem Isten nem öl testet, mert ő számára nincs már szükség a szenvedése. Ergo nem fogja belenyomorítani magát testekbe, amelyekkel állandóan van valami gond. Meg rengeteg fájdalom, meg kín, meg keserv, meg sorolhatnám a szebbnél szebb, csodálatosabb dolgokat. Ugye? Hát azt most idézőjelbe tettem. Nagyon is erősen, mert hát... Szóval nagyon kemény súlyzók vannak itt. Na de hát egy olyan közegnek, vagy egy olyan mintának, ami hát megérkezett, annak már nincs szüksége ezekre a súlyzókra, nehezékekre. Miért is lenne? Viszont hát ez egy olyan közeg, ami... ami, hát ahogy mondtam, szándékosan nem nyilvánul meg, pontosan azért, hogy legyen vonzó ereje, húzó ereje. Hát mondhatnám azt is, hogy valamilyen szempontból, egy icipicit, nagyon picit hasonlítok erre a mintára, mert én sem nyilvánulok meg szándékosan, fizikálisan, direkt. Tehát hát most már én ezt direkt csinálom. Azért sem. <laughs> azért sem jelenek meg fizikálisan. Pont azért, hogy érdekesebb legyen ez a dolog. Meg hogy legyen motiváció, legyen húzóerő. Én nem találkozom senkivel már fizikálisan, direkt szándékosan, és az is lehet, hogy ez ezek után meg még inkább így lesz. Nem jelenek meg. Hát jó kérdés, ez döntés kérdése szerintem, hogy az ember hogyan működik. De ez egy teljesen másfajta állapot. És nagyon őszinte leszek, szerintem ez jobb, kifinomultabb. És azok számára is, akik el akarják érni ezt a fajta rendszert, de nem tudják, ezért hatékonyabban kezdenek el gürcölni, dolgozni, vizsgálódni, elemezni, kutatni, hogy hát, ha egyszer elérik, majd. De hát jó kérdés, hogy elérik, vagy nem. Mert nem mondhatjuk azt, hogy soha. Mert ha azt mondom, hogy soha nem lehet elérni, akkor az ember feladja a reményt, ugye? De ha azt mondom, hogy lehet, talán, egyszer, talán, akkor az ember elkezd gürizni, és hajtani, és csinálni, hogy hú, akkor jó, csináljuk, hogy hát, ha egyszer elérjük. Sokan akarják Istent elérni. Fizikálisan, nem tudom, hogy mit akarnának vele csinálni, hogy megfogni, átölelni, nem tudom, tehát tök jó kérdés, ha most Isten megjelenne testben, hogy akkor ki mit csinálna vele. Ezt mindenki kérdezze meg saját magától. Ha most ott állna előtted Isten, mondjuk a szobádban ott állna, hazamennél, és ott állna, vagy ülne az ágyadon, vagy valamelyik székeden, az asztalnál ott ülne maga az Isten testben, hogy akkor te mit csinálnál vele? Na, 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 ugye milyen jó kérdés? Ezt valaha föltette már bárki is. Hogy ki mit tenne vele? Én ezen még igazából nem gondolkodtam el, de az is lehet, hogy a következő adás témája ez lesz, hogy én mit csinálnék vele. Ha megjelenne Isten, a tökéletesség, a százszázalékos szintiszta szeretet, a legmagasabb szintű minőség, hogy az ember mit csinálna vele. Mondok valamit, hogy szerintem az emberek többsége mit csinálna, meglátná Istent. Szerintem az emberek, én azt gondolom, hogy minimum 80%-a leborulna a földre. Tehát, hogyha te most meglátnád Istent, vagy én meglátnám őt, vagy bárki, ha megjelenne előttünk, akkor szerintem automatikusan leborulnánk a földre. És lehet, hogy ott maradnánk, Öt percig. És nem, nem is uh, tudnánk uh, visszajönni, felnézni, hanem leborulnánk, és úgy maradnánk. És az is lehet, hogy zokognánk. De tök jó kérdés, hogy ki mit csinálna. Vagy ha mondjuk vendégül kellene látni Istent, <laughs> akkor ezt ki hogyan alakítaná ki? Hogy ez, ez, ez hogyan működne? Vagy ha mondjuk el kellene vele tölteni egy órát, hogy hova mennél vele, mit csinálnál? Mit kérdeznél tőle? Hogy viszonyulnál hozzá? Meg akarnád érinteni, vagy nem érintenéd meg? Magadhoz akarnád húzni? Át akarnád ölelni? El tudnád engedni? Na, no, na. No. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mert lehet, hogyha az ember átölelni, akkor olyan érzést érezne, amit soha, és akkor lehet, hogy nem tudnánk elengedni. És akkor lehet, hogy állandóan bele akarnánk kapaszkodni. És birtokolni akarnánk, ugye? Tehát ez az, amit mondok, hogy az ember birtokolni akar, és nem engednénk meg azt, hogy az Isten máshova is elmenjen más emberekhez, és az is lehet, hogy féltékenyek lennénk, irigyek. Ki akarnánk sajátítani, be akarnánk zárni, és azt mondanánk, hogy nem, te nem mész innen sehova, te itt maradsz, velem maradsz, kész, pont. Lehet, hogy nagyon sokan házasságot akarnának kötni az Istennel. Hát főleg ugye a nők, hát főleg akkor, hogyha sokan azt gondolják, hogy Isten mindenképpen csak férfi testbe költözhet, ugye? <laughs> hát ha a férfi testbe költözne Isten, akkor gondolom, hogy a nők 80%-a hozzá akarna menni feleségül, és hát lehet, hogy gyerekeket is akarnának a jó Istentől. Például, ha testben lenne, hát ha meg női teste töltene, akkor gondolom, hogy a férfiak akarnák kisajátítani. Hát jó kérdés, hogy még mit akarnának vele Csinálni, De most igazából ebben ne is menjünk bele. Na szerintem Isten ezért nem ölt testet. Ezért sem ölt Hát miért is öltene? Hát ő nem fog így ide jönni. Egy ilyen, egy ilyen ö, helyre, ilyen állapotok közé, és egy olyan bolygó, vagy egy olyan állomásra, ahol az emberek így működnek. És ö, pontosan tudja nagyon jól, hogy mi várna rá, hogy itt mi lenne. Hát én sem megyek olyan helyre, ahol tudom, hogy rám mi várna, és amit mondjuk én nem akarok. Persze, most mondhatjuk azt, igen, hogy hát ugye én hány éve dolgozom az interneten? Tizen, akárhány éve. És hát azóta ugye én nem nyilvánultam meg fizikálisan, már mint az olvasók a hallgatók előtt, mondjuk tíz éve. De nagyon sokan el akartak érni. Nagyon-nagyon sok levelet kaptam, és általában mindig az volt, vagy az első, vagy a második kérdés, hogy mikor lehet velem fizikálisan találkozni. Hát nem lehet. Tehát én nem találkozom senkivel, de nagyon sokan akartak elérni fizikálisan. Jó kérdés, hogy miért? Hogy mit akartak velem csinálni? Hát a férfiak, nagyjából sejtem, hogy mit. A nők meg beszélgetni, meg ide-oda menni, meg csavarogni, bár mondjuk a nők között is voltak olyanok, akik lehet, hogy hasonló dolgot akartak velem csinálni, mint a férfi levélírók, bár persze nem mondom azt, hogy a férfiak közül is mindenki egy ilyenfajta attitűddel volt jelen, de hát azért sejtem nagyjából, én nem találkoztam senkivel, és nem is fogok. Tehát, mert pontosan tudom azt, hogy mi várna rám, hogyha mondjuk ezekkel az emberekkel találkoznék, és én mondjuk ezt nem is akarom. Tehát én nem akarok velük találkozni fizikálisan, mert én nem szeretnék fizikális kapcsolatot. Hát, ö, igen. Na most, ö, <laughs> jó kérdés, hogy van-e olyan ember, akivel én szeretnék fizikális kapcsolatot? Igen, van. De vele sem találkozok fizikálisan mert ez egy nagyon erős dolog az életemben. És tudom azt, hogy hát, hogyha találkoznék vele, szerintem én elúsznék, és az is lehet, hogy én akarnám birtokolni. Na, most akkor fordítsuk meg ezt a dolgot. Ha most Isten teste töltene, és ide jönne a földre, vajon ő elkezdene valakihez kötődni? Mert az is lehet, hogy lennének olyan lelkek, akikhez ő is nagyon erősen akarna kötődni. És akiket lehet, hogy nem tudna elengedni. Most kérdezek valamit, jó kérdés, hogy mondjuk Jézust mennyire könnyen engedte el, vagy sem. Mennyire könnyen engedte ide a földre, vagy sem. De ahogyan mondtam, nem csak róla kell beszélni. De nagyon jó kérdés, hogy miért van szükség arra, hogy fizikálisan is találkozzunk, vagy hogy, hogy a testek egy helyen legyenek, vagy hogy egyáltalán legyen test, legyen fizikum ebben a dologban. Hogy miért kell, hogy fizikum legyen ezekben a kapcsolatokban? Úgy nem lehet köztünk kapcsolat, hogy nincs test, hogy nincs fizikum, és hogy ez a kétféle test nem egy helyen van? És hogyha megnyilvánul a két test, akkor miért van az, hogy egymásba akarnak kapaszkodni? Miért van az, hogy ezt a kétféle testet egymásba akarjuk tenni, tömöríteni? Mert hát erről van szó. Tehát ahol nagyon erős a vonzalom, a szeretet, a szerelem, akkor ott a testek általában egyesülnek, nem? Tehát tudjuk, hogy miről beszélnek. Hogy miért van az, hogy ezeket a testeket egybe akarjuk pakolni? Mondok valamit, hogy miért. Azért, mert ennyire erős a mágneses hatás, vagy ez a vonzó erő, az energia. Annyira húz, hogy automatikusan egymás felé löki a testeket, és hát, hogyha egymás felé löki, és hogyha egy térben vannak nagyon közel, akkor valószínű, hogy a testek úgymond egymásba érnek, bonyolódnak, és megtörténik a fizikális egyesülés, például. De a lelkek attól még egyben vannak. Tehát az én lelkem most is egyben van mondjuk valakivel, vagy több lényel, akik nagyon hasonlóak, attól függetlenül, hogy mi fizikálisan nem vagyunk egy térben, és nem bonyolódunk egymásba fizikálisan. De ez döntés kérdése. Hát szerintem Istennél is ugyanez van, hogy döntés kérdése. Hogy az ő döntése az, hogy ő nem ölt testet. Csak maximum küld maga helyett bizonyos lelkeket, akik testet töltenek, és őt képviselik. De az nem, nem jelenti azt, hogy ők vele egyenlők, csak őt képviselik. De valamilyen szinten részben meg tudják azt mutatni, hogy ő milyen. És én azt vettem észre, hogy ezeket az embereket is nagyon erősen fogják követni, nagyon erős vonzó erejük lesz, nagyon jó energiákat közvetítenek, és nagyon sokan akarják őket elérni. De hát ezeket az embereket sem nagyon tudják elérni, mert hát tudják azt, hogy őket nem lehet elérni, vagyis, hogy ők, ők inkább így működnek. Tehát én is szándékosan döntöttem erről így, hogy ne lehessen látni elérni. Hát ez, 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 ez tudatos dolog. Hát én tudom, hogy én ezzel hogy én ezzel mit szeretnék adni, nyújtani, és hogy, hogy miért nem nyilvánulok meg fizikálisan, és az is lehet, hogy soha nem fogok. Tehát az is lehet, hogy én nyilvános helyen soha nem fogok megjelenni. De ahogyan mondtam, szerintem ez is döntés, még inkább vállalás kérdése, hogy kinek milyen a vállalása, az útja, a missziója. Tehát ez is uh, úgymond le volt már előre egyeztetve, hogy ennek így kell lennie. Én azt gondolom, hogy az, amit Jézus bemutatott, az is egyfajta terv volt. Előre ki volt nyilatkozhatva, és neki ezt az utat kellett bejárnia, pont így, mert így tudta bemutatni azt, hogy benne mi van, vagy inkább azt, hogy Istenben mi van. Igen, hát ahogyan mondtam, ezek bemutatások, és ennek így kellett történnie, ezt így beszéltük meg, vagy így beszélték meg. Mert hát így vált olyanná, amilyenné, vagy amilyenné válnia kellett és így tudta azokat az energiákat fölvenni, vagy mozgosítani, hát amelyeket tulajdonképpen ő véghez vitt, megcsinált, és amelyeket, amelyeket fölvett. Szerintem úgymond nagyon vonzó lehet az, hogyha valaminek, egyfajta minőségnek nincs fizikális teste. Sokan azt gondolják, hogy maga a fizikális test, maga a látvány az az, ami a legvonzóbb, és a legizgalmasabb. Szerintem nem, vagy nem biztos. Van olyan lélek, aki irán nagyon erős vonzalmat érzek, de neki jelenleg nincs fizikai teste. De attól még az érzés, a vonzalom, az energia él és működik. Hát Isten is ilyen. Hát milyen sokan indultak el ugye Isten irányába. Milyen sok ember Isten kereső. Soha nem fogják tudni őt. Fizikálisan elérni és megfogni, és mégis ennek ellenére is nagyon sokan elindultak felé, és azért végeznek különböző cselekedeteket, hogy, hogy közelebb kerüljenek. Na de hát százszerzalékosan közel soha nem fognak. Hát szerintem nem. Tehát fizikális teste ennek a rendszernek soha nem lesz. Hát akkor jó kérdés, hogy mifelé haladunk? hogy... Hogy lehet, hogy akkor az ember sokszor a semmiben kapálózik, úgymond. Én nem mondanám azt, hogy ez a semmi. Én azt mondom, hogy, hogy nagyon sok energiát tudtunk így lehívni, nagyon sok mindennel szembesültünk, nagyon sok mindent elsajátítottunk, pont ezért, mert ez a dolog láthatatlan. Mert nincs fizikuma. Lehet, hogyha az ember elér egy fizikai testet, vagy akiét el tudja érni, az nem is annyira izgalmas dolog. Hát egy darabig, nem? Egy darabig max. De lehet, hogy a legigazibb lények, lelkek testét, fizikumát soha nem érhetjük el. És lehet, hogy pont ezért lesz az, hogy, hogy ők lesznek a, a legfenségesebbek számunkra. Persze vannak olyanok is, akik most itt vannak, testben vannak, fizikumot öltöttek, de valamiért mégsem alakítunk ki fizikális kapcsolatot. Szerintem pont azért, amit mondtam, hogy legyen húzó erő. Hát én is szándékosan nem jelnek meg fizikálisan, és akik eddig erre kértek, azoknak is ugye nemet mondtam folyamatosan, és hát ezek után is így lesz, mert tehát valamit én is ezzel meg akarok mutatni, vagy valamit tanítani akarok. Szerintem Isten is tanítani akar azzal, hogy ő nem jelenik meg nyilvánosan, mármint fizikálisan, hogy nem, nem kerültes be. Vagy csak néha napján küld maga helyett valakiket, akik, akik őt képviselik, mert azért az kell. Most azt nem mondom, hogy én fogok magam helyet küldeni másokat, de, de szerintem most lehet, hogy rosszat mondtam, mert szerintem én küldtem. Ó, persze. Na, most ez is egy nagyon érdekes dolog, ami eszembe jutott, hogy, hogy szerintem én tudatalat nagyon sok helyre küldtem különböző hasonlásokat magam helyett. Most beszéljünk a, az iker lelkekről. Ugye mindenkinek megvan a másik nemű megfelelője, nekem is megvan. És azt vettem észre, hogy ez az illető nagyon hasonló emberkéket vonzott be, akik nagyon hasonlítottak rám vagy hasonlítanak rám. És az is lehet, hogy ezeket a hasonmásokat én generáltam. Hát azért, hogy az ember végig tudja menni ezen az úton, és hogy legyen húzóerő, hogy, hogy ezek a hasonmások addig is úgymond kitöltsék ezt az időt, vagy a velük való foglalkozás, foglalatosság. De nem az igazi, ők nem az igaziak, csak a hasonmások. Lehet, hogy ezeket mi generáljuk. Az is lehet, hogy az ember saját magát bilokáltatja különböző hasonlatos testekbe, minőségekbe, akik kívülről is hasonlítani, hasonlítani fognak ránk, meg belülről is. Szerintem Isten is küld maga helyett ilyen hasonlásokat, akiket megneveznek, de ők csak hasonlások. Isten, ez a rendszer igazából szerintem fizikálisan soha nem fog megjelenni. Szándékosan. Hát jó kérdés, hogy én fizikálisan meg fogok-e jelenni. Nekem nagyon az az érzésem, hogy nem. 80 ban biztos, hogy nem, és ez ezek után is így lesz. Mert azzal, hogy az ember megjelenik valahol fizikálisan, magyarán valahova odacipeli a testét is, nem csak a gondolatait, az már egy teljesen másfajta állapot. És akkor ott már a testtel, a fizikummal valamit kezdeni kell. Ez az, amit mondtam, hogy tök jó kérdés, hogy a testtel, a fizikummal az emberek mit kezdenek lehet tudni, lehet sejteni, hogy mit. Na most, ha az ember ezt nem akarja vállalni, akkor nyilván nem fogja a testét oda-cipelni bizonyos helyekre. Vagy ha én valahol nem szeretnék megjelenni, mert minek jelenjek meg, mert én ilyen állapotokat nem akarok megnyilvánítani vagy létrehozni, akkor ezt nem fogom megcsinálni. Mert tudatos vagyok erre a vállalásra, és tudatosan tudom azt, hogy hol kell megjelenni, illetve hát, hogy inkább azt, hogy hol nem kell. Magyar lehet, hogy sehol nem kell. Mert az már egy teljesen másfajta felállás, ha Isten minden évben testet töltene, és idejönne, az teljesen másfajta felállás lenne, és szerintem az emberek lehet, hogy nem is fejlődnének, nem tanulnának, nem vezekelnének, nem gyakorolnának bűnbocsánatot, nem. Ö, mennének végig az úton, tehát. Ö, Éppen ezért én azt gondolom, hogy ez is egyfajta tudatos vállalás, hogy ő nem nyilvánul meg. Miért is kellene? Most mennyivel lenne jobb, hogyha mondjuk ő testet öltene? Jobb lenne? Hát nem, nem gondolom. Sőt, biztos, hogy nem lenne jobb. Mert így ő sokkal többet tud adni, sokkal több energiát tud áramoltatni, azáltal, pont azáltal, hogy nincs fizikális test. Te megnyilvánulása. És sokkal komolyabb húzó erővé válik. Erősebb motivációvá, hogy az emberek igenis tanuljanak, fejlődjenek és elinduljanak felé. Különben nem indulnának el felé, hát maximum úgy, amit mondtam. Na de akkor egy idő után elérnék, és ő pont ezt nem akarja, hogy elérjék. Nem akarja, hogy maga ez az elérés, mint olyan megtörténjen. Hát úgy, ahogyan én sem. Én sem akarom. Nem akarom, mert onnantól kezdve teljesen más lesz minden. Tehát az már egy ilyen beleragadt állapot. Szerintem, hogyha az ember fizikálisan valahova úgymond megérkezik, akkor lehet, hogy beleragad abba az állapotba, és nem tud tovább menni, működni. Mert ezekben a helyzetekben el is lehet veszni, és be lehet sűrűsödni, és az ember nem akar besűrűsödni, legalábbis én biztos, hogy nem, én mindig szárnyolni akarok. Gondolatiságban, meg minden hogyan? Éppen ezért nincs fizikális találkozás és nem is generálok ilyet szándékosan. Tehát nekem nem kell ilyen leveleket írni. Teljesen felesleges. Úgysem fogok rá reagálni száz év múlva sem. Nem kell fizikális találkozásokat kierőszakolni, mert ennek nincs értelme. Semmi, semmi értelme nincs, és létjogosultsága sincs. Mert nem ez a lényeg. Nem ezért jöttünk ide. Ez a vállalás nem erről szól. A hasonmások vannak ott fizikálisan, ők testet töltenek, de azért, mert ők nincsenek olyan szinten. Azért hasonmások. Azért csak hasonmások. Ha magasabb szinten lennének, nem azok lennének. Tehát nem nem hasonmásokként működnének. Na, hát szerintem nagyon érdekes dolgokat mondtam most el, amelyeket tovább lehet gondolni, de lehet, hogy majd most még egy picit ezt bár jó kérdés, hogy van-e még valami, amit erről el tudok mondani. Én nagyon érzem azt az isteni minőségen, hogy ő szándékosan működik így. Szándékosan nem ölt testet. Szándékosan nem jön ide. Ugyanakkor, vagy pont ezáltal nagyon-nagyon sok gondolatot tud közölni. Hát én is így tudtam ennyi felvételt létrehozni. Ha most mindig minden nap találkoztam volna valakivel, akkor nem tudtam volna. Akkor akkor elúztam volna ezekben a, a fizikális cselekedetekben. Magyarán elvették volna az időmet, az energiámat, mindent. Én azt sem engedem meg, hogy valaki mondjuk állandóan leveleket irogasson, és állandóan különböző levelek formájában akarja velem fenntartani a kapcsolatot. Maximum két napig. Max. És utána én megyek tovább, és utána engem békén kell hagyni. Ha nem, akkor ezeket az embereket általában letiltom. Hát elég hosszú a tiltó listán most már. Mert vannak olyan emberek, akik folyamatosan le akarnak úgymond szedni energetikailag, állandóan, nyomatják magukat állandóan, erőszakoskodnak, és találkozni akarnak, és infokat akarnak belőlem kihúzni, pedig ott vannak az előadások. De tudom, hogy ez nagyon sok embernek nem elég, mert kézzel foghatóvá akarják tenni ezt a dolgot. Az én jelenlétemet, vagy az én valamimet, a fizimiskámat, vagy az én közegemet, mondjuk így. De ahogyan mondtam, nem én vagyok fontos ebben a történetben, hanem a, a felvételek, a gondolatok. Éppen ezért nem kell megjelennem fizikálisan. Nem is fogok. Tehát ezt igazából szerintem nem is kell senkitől elvárni. Hát főleg az alkotóktól nem akik magasabb szinteken rezegnek, nyilván azért alkotók. Mert őket is nagyon sokan ki akarják sajátítani, nyilván, hát ezt tudom. És vannak olyan emberek, akiknek több százan, több ezren írnak leveleket, és állandóan nyomatják magukat, és állandóan meg akarják szerezni ezeket az alkotókat, embereket, művészeket, bárkit. Hát engem is, de ahogyan mondtam, én ezeket a megkereséseket észre sem veszem, nem reagálok rá, nem, nem fordítok feléjük figyelmet, megyek tovább. Különben nem tudnám vinni ezt a vállalást. És én azt gondolom, hogy Isten is így működik, szándékosan. Szándékosan nem jelenik meg az emberek között, csak sugal, csak sejtet, ez így jó. Így a jó, mert motivál, mert késztet, mert azt teszi veled, vagy velünk, hogy folyamatosan, küzdjünk. Mert ha, ha ez nem lenne, akkor nem küzdenénk. Ha nem így nyilvánulna meg, nem, akkor nem küzdenénk. Akkor ez az egész szerintem bedőlne. Lehet, hogy már nem is lenne úgymond emberiség. Tehát mindig kell egy ilyen motiváló erő, ő maga a forrás, és mi elfelé igyekszünk, mert nagyon vonzó, mert nagyon húz. Mert érezzük, hogy benne van szeretet, pozitív energia, hát a Földön nem nagyon van, és ezt mi szeretnénk elérni, ezt az állapotot. De ehhez nem kell test. Tehát az is tök jó kérdés, hogy szeretni csak fizikálisan lehet. Szerintem nem. Tehát nem kell azért test, fizikum, hogy, hogy szeressük egymást, vagy hogy az emberek szeressék egymást, vagy én szeressem Istent, vagy Isten szeressen engem vagy olyan embereket szeressek, akik már nincsenek fizikumban. Hát nekem van olyan, aki, aki irányában nagyon erős szeretetet, szerelmet, vonzódást érzek, és hatalmas vágyat, de ő már nincs fizikai testben, de attól még ezeket az energiákat érezhetem, és kialakulhat köztünk egyfajta kapocs kapcsolat, mert itt a, mert itt a lelkeket kell nézni, az energetikai rendszereket kell nézni, és hogyha ez egybeér, akkor, akkor ott a pont, akkor van kapcsolat. A kapcsolathoz nem kell fizikum, nem kell test, nem az a kapcsolat. Nem az az igazi kapcsolat, az már igazából csak egy ilyen alsóbb rendű vetülete, de abból mindig birtoklás jön ki, szerzés jön ki, kisajátítás jön ki, féltékenység, mert, mert az emberek egymás testét akarják birtokolni egymás fizimiskát, mert azt gondolják, hogy mi azokkal vagyunk egyenlők közben, nem. Az önvalók így is úgyis is egybeérnek, ha egybeérnek. Nem kell, hogy a testek is egybeérjenek. Vagy ha igen, az már teljesen egy másfajta dologról szól. Hát ott általában megjelenik a, ugye a szexualitás, de a szexualitás az nem csak a, arról a bizonyos cselekedetről szól, mert szerintem az is már a szexualitás része, hogyha egymást megérintjük. És ha mondjuk én hozzáérek egy másik ember testéhez, vagy ha ő hozzám ér, vagy ha kölcsönösen egymáshoz érünk, már az is ennek a része. És akkor utána általában, ha olyan, akkor, akkor elindul a lavina, és egyre jobban ki akarják egymást az emberek sajátítani, és egyre több mindent akarnak a másikból, és, és egyre Többször, és a végén már ez odáig fajul általában, hogy nem is akarják egymást elengedni. Sőt, vannak olyanok, akik legszívesebben belebújnának egy másik ember testébe, mert olyan szinten ki akarják sajátítani. Hát ilyet mondjuk már én is éreztem. Hogy olyan szinten az ember mondjuk vágyódik egy másik ember testéránt, hogy már szinte belebújna. Teljesen totálisan belebújnék. Na de hát. Az milyen nem? Tehát akkor az ember totálisan úgymond lényegül, De hát ezt nem lehet megcsinálni, tehát nem tudok, nem tudok belebújni egy másik ember testébe, bármennyire is szeretnék például. Hát lehet, hogy éppen ezért az ember nem is indul el. Na, ez is nagyon jó kérdés, hogy Isten milyen testbe bújna. Generálna egy teljesen újfajta testet most elkezdené, ő is az itteni pályafutását egy csecsemő testben, ugyan már? Nem gondolom. Ha Isten teste töltene, szerintem nem, nem a csecsemő testtől indítana, vagy testből. Éppen ezért nem gondolom azt, hogy Jézusban például Isten testesült meg, mert ő nem kezdi el újra ezt az egészet. Nem, nem csecsemőtestbe fog bekerülni. És senki, aki, akiről eddig azt mondták, hogy, hogy bennük Isten testesült meg mert Istennek nem kellene újra csecsemő testtől indítani ezt az egészet. Én azt tudom elképzelni, hogyha Isten vala a testet öltene, ő rögtön mondjuk egy felnőtt testbe tömörülne, nem élné végig újra a gyerekkort. Á, de hogy, ugyan már nem. Nem. Egy felnőtt testbe tömörülne, nem biztos, hogy férfi testbe, és nem lenne itt olyan túl sokáig az sem biztos, hogy ő olyan nagyon idős testet választana. Tehát ahogyan ábrázolják, hogy ő egy ilyen nagyon öreg valaki, egy öreg bácsi, akinek ősz szakála van, nem, nem gondolom. Lehet, hogy egy ilyen 20-30 éves testet választana. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy Isten úgy kellene ábrázolni, mint ahogyan nagyon sokan ábrázolják. Egyrészt nem biztos, hogy férfi test. Másrészt nem biztos, hogy öreg. Az is lehet, hogy egy 20-30 éves női testet választana magának egyszeri alkalommal. Persze jó kérdés, hogy hányszor öltene testet, mert lehet, hogy a következő testetöltésben meg nem így működne választani egy másikat, mert nagyon sokféle állapotban akarná magát megtapasztalni. De ahogyan mondtam, szerintem erről nem kell beszélni, mert ilyen soha nem lesz, és nem is volt. Mert ennek az egész dolognak nem ez a lényege. Az isteni minőségnek nem ez a lényege. Ő nem ilyen. Erről nem kell beszélni. Ezt kár kutatni. És kár különböző testekkel őt azonosítani, meg különböző formákkal, fizimiskákkal, nemiséggel, korra, stb., mert az ő lényében anyag nem fogalmazódik meg, ergo neki nincs sem kora, sem neme, sem haja, sem teste, sem fizimiskája, sem ruhája, semmilyen. Semmie, ami fizikum, ami anyag mert ez egy anyagmentes közeg. Magyarán neki csak úgymond éterikus megnyilvánulása van, de az elég, sőt, hát az a legfontosabb. Kell egy ilyen fajta minőség is, hogy egy ilyen, vagy, vagy valami, hogy ez a valaki, vagy valami egy ilyen minőségben is helyet foglaljon, hogy ez a fajta lényegiség is meglegyen. Tehát miért kellene őt úgymond ledegradálni, vagy visszaminősíteni fizikális testekbe? Mert ez visszaminősítés. Tehát, hogyha valaki fizikumban van, az visszaminősítés. Az mindenképpen egy alacsonyabb rendű állapot. De hát ezt a rendszert nem lehet ide letolni, lehozni, lehúzni. Miért is kellene, nem kell? Az a lényeg, hogy egyre magasabb szinteken működjön. Egyre jobban úgymond távolodjon el a fizikális megnyilvánulástól, de ugyanakkor egyre több pozitív energiát áramoltassunk mi, a jelenlétünk kell, hogy ez a fajta szegmás, vagy ezek a nagyon pozitív rezgések itt is létre tudjanak jönni. Magyarán a szeretet, de a szeretethez nem kell test. Nem kell, hogy megtestesüljön. Ahogyan mondtam, nem kellenek hozzá formák, sőt, mert ha már megjelenik a forma, akkor a szeretet, mint olyan átvált kisajátítása, és az már nem a szeretetről szól. És a birtoklás sem arról szól. Ergo, az igazi szeretetben szerintem nincs test, nincs anyag. És így tud blokkmentes lenni, és szabad. Szerintem százszázalékos szabad szeretet állapotot és szerelmet testekben nem is lehet megnyilvánítani. Senki nem tudja ezt létrehozni, bármennyire is szabadon gondolkodnak az emberek, mert, mert függnek az anyagtól, függnek a testtől, mert kell a másiknak a teste. Ugye? Tehát, hogyha két ember összeköti az életét, akkor azt csak úgy tudják elképzelni, hogy ott a másiknak a teste. És hogy az a test az mindig ott van mellettük, körülöttük, meg akárhol. Na de most képzeljünk el egy olyan fajta változatot, ahol nincs fizikum. Mondjuk azt, hogy a lélek van, vagy ez az éterikus rendszer. Hát úgy, úgy is lehet érezni, sőt, úgy még inkább lehet érezni a szeretet energetikáját, mert úgy sokkal jobban felszabadulnak ezek az erők. Nincs elnyomás, nincs blokk, nincs akadás, semmi nincs, csak tisztán őszintén tudnak áramolni ezek az energiák egy olyan közegben, ami abszolút anyagmentes. Hát ilyen az Isten. Ilyen az Isten. Nem véletlenül ilyen. Azért, hogy egyrészt valamit felmutasson, nagyon sok mindenre tanítson, hogy legyen húzóerő, hogy az emberek elinduljanak ezen az úton, ergo számára nincs szükség arra, hogy látványosá tegye magát, mert ő nem akar semmit magából fizikálisan megmutatni. Az emberek, a mai emberek azért akarnak mindent látványosát tenni, főleg saját magukat, mert egymás előtt akarnak elérni sikereket. És saját magukat akarják úgymond majmolni. Na de hát Isten nem ilyen. Számára nincs szükség hírnévre, meg semmire. Ő nem akar megfelelni, ő nem akar sikereket elérni. Mert ő már maga az, és nem akar előrébb kerülni, vagy más embereket maga mögé utasítani, ahogy a mai emberek, hogy többnek, jobbnak, szebbnek, okosabbnak akarnak látszani, pont azért, mert kiteszik magukat az ablakba, mert megnyilvánulnak fizikálisan, és a testükkel valamit akarnak mutatni, hogy ők milyen ügyesek, szépek, okosak, stb. Hát ez a gőg, ez az ego, ez a, ez, a, ez a, legalacsonyabb szint. Na, de ezt mondom, hogy Isten nem a legalacsonyabb szinten van, hanem a legmagasabb szinten éppen ezért nem fog testet tölteni. Miért is tenni? Én azt mondom, hogy ő nagyon alázatos. Ez a rendszer nagyon alázatos. Pont azért, mert nem sztárolja saját magát, vagy sztároltatja magát, mert megtehetné. De nem teszi meg. Szerényebben működik, de nagyon hatásosan, rengeteg energiát szolgáltatva az embereknek, hogy belőle éljenek. Nagyon sokan nem ismerik el azt, hogy ők az isteni energiákból élnek, és ezekből tartják el saját magukat, és ezekből építenek maguknak különböző dolgokat, és érnek el sikereket. Nem, saját magukénak tudják. De hát, ha nem lennének isteni energiák, nem működtetné ezt a rendszert, akkor föld sem lenne. Emberek sem lennének, és akkor sikerek sem lennének, és semmi nem lenne. Hát ezért kell felnézni, úgymond erre a rendszerre, és ezért kell tisztelni. Mert ő nem. Nem harsány. Nem magamutogató. Nem ölt testet. Nem akar pozíciókat elérni. Igazából semmit. Csak állandóan a szeretet, mintaképét, energetikai rendszerét fenntartani, működtetni, és hát nagyon sok jót adni. Látatlanul, név nélkül, bármit elvárva cserébe. Hát azt gondolom, hogy ez, a, ez az igazság, ez a legmesteribb létállapot. És azt gondolom, hogy nekünk is ilyenekké kellene válni. Nem magamutogatóká például. És nem egymást kisajátítva, birtokolva, rengeteg mindent megszerezve, hát főleg az anyagot, ugye, mert hát azt tudjuk erősen megszerezni, meg birtokolni, meg kisajátítani. A szellemi tételeket az emberek annyira nem akarják birtokolni, sem áramoltatni, mert az nem látványos, az nem fontos, az nem kifizetődő, azzal nem lehet villogni. Hát az isteni minőség nem villog. Mert nincs mivel. Illetve azt mondom, hogy de a lelkünkben, a szívünkben, a rengeteg szeretett energetikával. Szerintem így szép ez a kapcsolat, így jó, így nemes, és úgy, hogy őt nem lehet elérni fizikálisan, de belül lelkileg igen. Válhatunk olyanokká, amilyenné ő, és szerintem ez a lényeg, ez a feladat. Ezt kell megtanulni. Ezért jöttünk ide. És ezért éljük át ezeket a szenvedéseket, pálfordulásokat, hogy erre rájöjjünk. És hogy így cselekedjünk tovább. Hogy valóban az ő mintaképei legyünk, az ő hasonmásai vagy képviselői, de nem vele egyenlők, csak a követők, akik őt jelenítik meg, róla beszélnek, gondolkodnak, értekeznek, éreznek ezen energiák által. Nem követelőzve, nem azt kérve, vagy kierőszakolva, hogy ő adja oda a fizikumát, ami szerintem neki nincs, mert nem is kell, hogy legyen. Nincs rá szükség. Ebben a történetben erre nincs szükség. Mert ez a kapcsolódás, ez a szövetség a legmagasabb szintű, a legnemesebb. Hát amilyennél az embereknek is válniuk kellene. Hát jó kérdés, hogy erre ki jött már rá. És az is jó kérdés, hogy ki az, aki így is végig tud menni egy úton, és így is harcol érte, hogy soha nem éri el. Vagy ha igen, akkor belül. De lehet, hogy pont ezért lesz sokkal szentebb ez a kapcsolódás. Igazabb, intimebb, fontosabb, mert, mert nem vegyül bele test. Mert nem a látványosság a fontos hanem valami más. Hát szerintem az igazság.